Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás február 20-áig. Itt az első képen látható a szerelem, egy szerelmes pár, tehát lesz egy találkozás. Sőt, itt látjuk Mars bolygó és Vénusz bolygó szimbólumát is, azon kívül a háttérben megjelenik Ámor, tehát itt tényleg szerelemről van szó. Itt látható a te nőiességed, és ő közeledik érzelmekkel hozzád. Itt érezhető egy új kezdet, ez a kisbaba jelentheti egy kisbabának a születését is, de szimbolizál egy új kezdetet, azon kívül az ártatlanságot. Tehát itt tisztázódik valami, és itt tényleg van egy új kezdet, ez lehet egy család alapítás, vagy egy meghívás, valami örömteljes történik most a szerelmi élet területén. Ha egy hölgy vagy, akkor láthatod itt, hogy megvan ez a nőies kisugárzás, ez a szépség, és egy szép környezet. Belenézhetsz ebbe a tükörbe. Itt tükröződik számodra valami, mégpedig az, hogy ő is így lát téged. Azon kívül itt megvannak a virágok, a gyümölcs, itt kivirágzik valami, gyümölcsözik valami. Viszont, ami az üzleti dolgokat illeti, erre utal ez a kép, ez nem sikerül most, vagy valaki megpróbál becsapni téged. Itt vannak fájdalmak, nehézségek, ami a pénzügyi dolgokat illeti. De maradj ebben a harmóniában, őrizd meg a belső nyugalmadat, gondold át a dolgokat, ne adj most ki pénzt, hiszen valaki megpróbál téged becsapni. És ha így van, ha megvan a belső nyugalom, akkor itt uralkodsz a helyzet felett. Ami még fontos, az a hited. Ez jelenthet egy templomot, vagy a belső hitedet, egy belső tempelt, mert ez, ami téged most erősít, és szükséged van most erre a belső erőre. Hiszen ez a mágikus mutatja is, hogy akkor megvan ez a varázslatos vonzalom kettőtök között, és segít abban is, hogy javuljon az anyagi helyzet. Itt lesz egy közös életút, és itt a háttérben ez a tempel az utal arra, amit te elérni szeretnél, és ezen a közös életúton fogtok mozogni. Itt ez az angyal segít nektek ebben, itt megvan a szerencse a szerelmet illetően, és az utolsó kártya is erre utal, akkor is, ha te megőrzöd a te saját személyiségedet, mint ahogy ez a hölgy mutatja, és ő is megőrzi a saját személyiségét, mégis megvan ez a vonzalom, és itt lesz egy találkozás, újra egy kisbaba, ami utalhat egy kisbaba születésére is, de szimbolizál egy új kezdetet. És pontosan ezt jósolja itt Pythia, ez a jósnő, Orákel von Delphi, és ez, amit ő közölni akar veled, ami az anyagiakat, a munkát, a kereskedelmi dolgokat illeti, légy óvatos, de maradjon meg a hited, te jó úton haladsz, akkor is, ha ez a kisfiú azt jelzi, minden olyan bizonytalannak tűnik kezdetben, de azért légy bátor, az a fontos, hogy meglegyen a belső nyugalom, a belső egyensúly, a nap és a hold, a gondolatok, az érzelmek, és hallgass a belső hangodra, mert az adja számodra most ezt a jó tanácsot,
és így fogsz uralkodni a helyzet felett, különösen ami a pénzügyi dolgokat és a munkát, a hivatást illeti. És én kívánok neked egy szép hetet, nagyon sok szeretettel, Denderrel!